Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be az öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula, Bemutatjuk a Callumbo című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastja. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallax is Retroverzumban. Ez a Csak még egy kérdés, a Kalambó Podcast első adása a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Talán nem lesz meglepő, ha azt mondom, hogy ebben az új podcast sorozatban a Kalambó című legendás krimi epizódjait fogjuk kibeszélni, ugye? De hogy mit keres egy ilyen tartalom egy alapvetően tudományos és fantasztikus univerzumban, arra talán érdemes pár szóban kitérni. Jelenleg sajnos nincs kapacitásunk több tudományos műsort készíteni, mert sajnos nincs elég tudományos területen dolgozó műsorvezetőnk, viszont mindenképpen szerettük volna növelni a műsoraink számát, tenni mindezt úgy, hogy közben olyan témákról podcastelhessünk, ami nem csak a szívünknek fontos, hanem hiánypótló is. Ezért a társproducerünk Horváth Norbi ötlete nyomán ez a Csak még egy kérdés a Kalambó Podcast Kubatovics Áronnal a média zabálokból. Szia Áron! Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Én szeretettel köszöntöm először a Parallaxis Univerzumban, Gizur Gergő, szia Gergő! Sziasztok, szervusz Ádám! Ne felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni premier előtti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, különleges változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül. Mai epizódunkban a pszichiáter dr. Ray fleminges feleségek Kerol tizedik házassági évfordulójuk alkalmából partit rendeznek barátaiknak. Nem sokkal később egy telefonhívás elszólítja Fleminget, aki azt állítja, hogy egy betegéhez kell sürgősen elmennie. A férfi azonban szeretőjéhez, Susan Hudsonhoz megy, akivel már elhatározták, hogy megszabadulnak Keroltól. A gyilkosságra egy igen ravasz és szinte majdnem tökéletes tervet teszelnek ki, amit végre is hajtanak, nem sokkal később azonban Ray Kalambó hadnaggyal találja szembe magát, aki úgy tűnik, hogy talált hibát a pszichiáter a és a szeretője tettében. Roy Fleming azonban felveszi a versenyt, nem Ré. Ray. Ray Fleming azonban felveszi a versenyt, találékonyságban a nyomozóval, és ez igen nehéz helyzetbe hozza Kalambót. Na kezdjük azzal, hogy a magyar változatot eldallaszozták, és van néhány kavara nevekkel kapcsolatban. Ez így van, ugye a főszereplőnket, ugye a, a mi kis pszichológus gyilkosunkat ugye eredetileg Ray Flemingnek hívják, nálunk ugye őt Dave-nek keresztelték, nem, nem akarom tudni miért. Ugye az említett szerető, ugye Joan Hudson, nálunk Susan Hudson, ugye van nekünk, a Ray Flemingnek van egy barátja, aki majd ugye kerületi ügyészként fog fel, felbukkanni, ő eredetileg Bird Gordon, nálunk pedig Roy Gordon. Míg ugye hát a áldozat, ugye a feleség, akit hát megöltek, ő Carol Fleming helyett nálunk Claire Flemingként. Úgyhogy lehet, hogy itt lesznek néha ilyen össze-vissza beszélés, a claire vagy Cla carol mondunk, mert igazából ez <laughs> nagyon fura nekem. Nem lehet egyébként, hogy a Roy Ray, meg ezek az áthallások esetleg ö, ö, számítottak abba, hogy itt új neveket. Tehát mondjuk a... Na de a Ray, és, de ha, ha, ha marad az eredeténél, akkor Ray és Bört ők viszont azt csinálták, hogy a rei helyett Dév és a bört helyett Roj. Tehát, hogy nincs az, hogy Ray Roj volt, hanem, hanem a, a, a Ray-t azt elvetették, helyette Dévet csináltak, és a börtöt meg Roját csinálták, hogy kicsit hasonlítson a réjra, ami még már nincs. Azt gondoljuk ilyenkor, hogy azért módosítják a neveket, hogy hát ha a magyar nézőnek könnyebben kiejthető vagy könnyebben megjegyezhető nevet ad, adjanak, de hát én nem látom jobbnak a. Ré helyett, Roy, meg Bird helyett, ez a Claire. Claire semmiképp, tehát a Carol helyett a Claire az biztos, hogy nem. Mert a Ray, Dave, hát jó, hát a Dave, Dávid, oké, okay. a Joan helyett a Susan, hát mit tudom, néztek vészhelyzetet, hát az még akkor nem volt, tehát ez így nem működik. Bert Roy, nem tudom, de ez a Carol Clare, ez biztos, hogy nem. Figyelj, lehet, hogy valami rejtett utalás van, mert ugye a Susan név az a, az, az, angoloknál, meg talán most már az Amerik nem, amerikáknál, meg Karen, de hogy ez a legáltalánosabb keresztnév, a, az olyan, mint nálunk a Marika, vagy a Julika, <laughs> tehát kb. Ez, ez, a Susan, hogy az a tényleg az a, az, az átlag vidéki Na jó, de most hőnév. tényleg le, akarunk, le akartak volna alacsonyodni de erre azt szintre hát, akkor mindenkit Kovács Józsinak hívnak, tehát hogy... Hát, gondolt, hogy a nyolcas évben ez, erre így figyelt a, a, a magyarító? Ez is egy opció végül is, miért ne, de... Hát viszont akkor a Claire akkor sincs megmagyarázva. Na de és melyik szinkronnal néztük? Az, a, a, ugye mert több szinkron készült. Nyilván van egy eredeti szinkron, amikor bemutatták a 70-es években a magyar televízióba. 1972. De mi nem, mi nem azt a szinkron néztük, amit csak ugye onnan tudunk következtetni, hogy maga a gyártó az, nem a... Pannonia, hanem azt hiszem a Videovox, vagy a magyar szinkronis videóvállalat volt, mert nem emlékszem pontosan. Tehát ez nyilván egy második szinkron, feltételezem. De az biztos, hogy nem nem ilyen vadiói, tehát nem ilyen vadiói TV2, meg ilyenek, hanem ez még biztos, hogy az M, a magyar, az M magyar egyen ment. Tehát ez tudko. Már csak onnan is lehet hallani, hogy a, a színészek fiatalok. Na, tehát akkor ez az első kalambó, ugye? Tehát hogy a, az első podcast epizód, az első Kalambó rész nulladik. felnyitunk, vagy a nulladik, vagy a, a, nulladikból is az első, hiszen két nulladik pilot epizód készült annak idején. Ez a nagyon nulladik. Ez a nagyon nulladik, igen, mert hogy, hogy miután eltöntötték, hogy csinálnak ebből egy tévéfilmet, nem gondolták, hogy ebből sorozat lesz, és utána nem rögtön a sorozatot kezdték el fogadni, hanem csináltak még egy TV tévéfilmet, és csak a két sikeres film után kezdtek el forgatni sorozatot. Szóval tulajdonképpen két pilot epizód van, és ez az első. De ez nagyon különálló is, tehát, mert ugye itt el is telt sok év, tehát ez ugye 68-ban készült. Ez a, ugye nálunk négy évvel később mutatták be. A másik nulladik rész, ami már gyakorlatilag az első évadnak a nulladik része, az jó néhány évre rájött. Év és nem ez volt az első, amikor épp egy Kolombo megjelent a színen, sőt, nem Peter Folk az első színész, aki eljátszott a Kalambót, hanem ő már kapaszkodjanak meg a hallgatóink, a harmadik színész, aki, aki eljátszott a Kalambót. Ugye ennek a története az, hogy több mint 8 évvel ezelőtt egyszer színpadra került már egy Kalambó történet. Ott volt egy színpadi színész. mint a filmhez képest mínusz 8 a, Ja, bocsánat, így van, tehát a színhez, filmhez képest 61 környékén, vagy 60, 60 környékén. És eleve volt pedig egy tévésorozatnak egy epizódja, ahol megjelent Kalambó karaktere ott már ennek a kalambó résznek egy ilyen rövidebb verziója jelent meg, és az is már sok-sok évvel ezelőtt. Szóval, hogy érdekes módon ez nem annyira van a köztudatban, hogy nem a Peter Folk az első színész, és nem ez az első, amikor megjelent Kalambó. De itt, mint hogyha már kiforrottabb, vagy Kérdezem titeket, hogy ki forrott a Bitmakalambó, vagy mit gondoltok Kalambó karakteréről? Hát nincs viszonyítási alapunk a korábbi kalambókhoz képest, legalábbis nekem, ahhoz képest a kalambóhoz, akit mi később megismerünk, inkább hát nem tudom, mi a visszaforrott ellentetje. Kellene van tudományos munkatárs ide anti-visszaforrást tapasztalok, mert hogy ez a Kalambó, ez még azért nem az a kalámbó, bár de néhány jegye megvan. Én úgy mondanám, bocsánat, hogy nyomokban Kalambót tartalmaz. Tehát azt az én is hozzátenném, hogy viszonyítás alap nekem is maga a Kalambó sorozat, tehát az előzőkről és se tudok semmit. Tehát az általunk megismert és megszokott Kalambóhoz képest ez nyomokban Kalambót tartalmaz. Olyannyira nyomokban, hogy 30 percig nem is látjuk. Igen, és az első megjelenése is, hát azért viszonylag legendás ha úgy vesszük, mert egy ilyen... Elegáns volt. Nagyon snájdig. És a Peter Falk fiatal, 40 éves? Szinte arcpirítan fiatal egyébként, hogyha megint a megszokott Kalambóhoz tehát arra asszociálok, hogy Kalambó. 20 éves hallgatóink, fiatal, tudod. <laughs> azért mondom, hogyha a megszokott... Egy ha, idős. Ha, ha Kalambóról van szó, akkor ugye van egy Tól íg életkor, amit nyilván nem tudunk, hogy mennyi, de van egy fizimiskai megjelenés. És ez nem az, látszik is rajta, hogy még a vonásai is sokkal fiatalabbak a Peter Faknak. Kellett neki négy év, hogy erre ráöregedjen. De a balonkabát ott van, a rögtön a mege a, az első megjelenésénél ott van a karján. Nincs rajta, de a karján már ott lifeg. De később rajta van, és jó rá. Az a baj. Az ő balon ugye túl azon, hogy hát retkes és minden csak nem ö, rendezett, de nem is igazán jó rá, tehát olyan nagy rá, olyan ez meg úgy, úgy, egész normálisan néz még ki rajta, amikor egyszer fölveszi, mert egy csak egyszer, egyszer veszi föl. Hát nem akarok epizódokat előre ugrani, de hát a olyan pacuha, hogy egyszer elindul pizsama fölsőben, és végig takargatja magát a, a kabátjával az egyik epizódban majd, majd, sokára. Mind, gyakorlatilag mindig, tehát hogy az, egy, az egy gyakorlatilag minden Kalambó résznek az is az egy kihagyhatatlan eleme, hogy, hogy ő valami valami iszonyatosan borzalmasan néz ki Minimum be, be, be valamit felfűz, hogy ő most innen jött, onnan jött A felesége nem találta, nem tudom miért Tehát, hogy valami mindig van, hogy ő nem úgy néz ki, ahogy kéne Ti egyébként ezt a kalambot néztétek volna tovább, vagy a megszokott kalambóval vagytok inkább jóban? Hát figyelj, erre nehéz válasz, válaszolni, hiszen a, a megszokottat ismerjük Tehát a már a lamposabb a kiforrót kalambót ismerjük én veletekentődbe, nekem ezzel sem volt sok bajom. Én tudtam mennie, tudtam jönni, vagy, vagy tudtam ezzel a kalambóval együtt menni a film során. Tehát, hogy, hogy nekem ez ugyanúgy izgalmas volt, engem nem zavart, hogy le volt nyalva a haja. Tehát tényleg úgy képzeljék el a hallgatóink, hogy egy, egy snájdig fiatal, 40-es kalambót láttunk, akinek tökéletes az ingje, tökéletes a ruhája, a cipője, mindene tökéletes. Én ezzel is tudtam menni, de én azt hiszem, hogy jobb, tehát karakteresebb az, ami v majd a, a sorozati írói meg a színész meg a rendezők ezt majd fejlesztik de nekem nem volt vele bajom az igazság hogy az a kalámból akit megszoktunk az szerintem sokkal inkább szerethetőbb tehát tehát valahogy egy szimpatikusabb tehát már, már szinte azt szeretett benne hogy olyan balféknek tűnik ha, tehát ha ez alapján kellene döntenem, ha ez lett volna az első kalambó amit láttam, egyébként nem, mert hát ugye Magyarországon gyakorlatilag össze-vissza szerintem tíz rész volt összesen, amit adogattak, de azt úgy random. Ha ez alapján kellett volna eldöntenem, hogy nézem-e, hát nem tudom. Egy, egy, egyetértek, hogy oké, okay, Nem, nem, bocsánat, az a baj egyébként nyilván, hogy ezt így már nehéz, hiszen a régebbieket előbb láttam, nem, az újabbakat előbb láttam, ezért így már elfogult vagyok, nem tudok pártatlanul nyilatkozni, de jelen állapotom vagy jelen tudásom szerint ez, alap, ez alapján, a rész alapján nem biztos, hogy ez lenne nekem egy olyan sorozat, amit megnéznék. Figyelj, nem véletlenül lett iszonyú sikeres magasorozat, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Tehát, hogy ez egy, ez egy jó, tehát, ez egy szerethető karakterkálamból valóban. És valószínűleg azért, mert könnyebben azonosulunk egy kicsit slamposabb, kicsit minden nap, a hétköznapi kicsit átlagemberebb karakterrel, mint hogy egy nagyon fényesre nyalt, nagyon snájdig. Hát ennek, ennek gyabúval, szer, erre nem? szerintem rengeteg ellen példa van. Uh -huh. Ő általában olyan emberek után nyomoz, ahol mi hát gazdag emberek után, befolyásos tényleg, emberek így, után. Nem, tényleg. nem Náncsi itt a Hollywood Boulevard uh -huh. Bulvár 3-ból uh, Ez mondjuk föl. tényleg igaz, hogy általában azért, azért, azért úgy nagyon csóró. Hát igen. Tehát az általában tényleg az elkövetők, és ugye de nyilván azok vonzáskörzet, igen, azok általában... Oké, okay, de ez, ez, mégiscsak engem erősít, mert hogy... Így viszont tényleg szerethető akálából ebben a... Ebben igen, a igen, mert hogy az azt szeretjük, hogyha buknak a gazdagok. Meg hát, meg hát, szóval az 70-es években az anyák biztos nagyon szívesen megfürdették volna Peter falkot, szóval biztos van egy ilyen feeling is, de itt még, itt még nagyon snájdig Mr. Falk, aki nem volt rokon a Falk Miksának, tehát hogy ezt tisztázzuk le egyszer és mindenkorra, hogy ez baromság, erre semmiféle bizonyíték nincsen. Peter Falk se beszélt erről egész életébe, hogy neki bármilyen magyar rokonsága legyen, szóval lehet, hogy itt Magyarországon szeretjük azt hinni, hogy Jézus is magyar de, volt. Bocsáss, lehet, hogy én vagyok a buta, de én tényleg felmerült? Hogyne! vagy nincs bizonyíték legalábbis, semmiféle bizonyíték arra, hogy Peter Falk magyar származású lenne, ez esetleg nem csak egy névazonosság lenne, tehát ezt mi ebben a podcast sorozatban is ífunk rá tekinteni, úgyhogy akit ez zavar, azt szerintem most kapcsolja ki, mert már mi is szeretnénk, és szerintem valószínűleg ehhez köthető ez a ez a, a köznek, ez a nagy, vagy a társadalomnak ez a nagy akarata, hogy hát Peter Falk legyen magyar, mert hát, mert hát egy édes kis figura, de itt még nem az az édes kis figura, hanem itt bizony egy nagyon karakán nyomozó, úgyhogy szerintem vágjunk is bele az epizódnak a kiveszélésébe, aminek ugye a 30. percig nem látjuk Kalambó Hadnagyot, de mi is történik eddig a pillanat, addig a pillanatig. Szerintem ez egy iszonyúan jó rendezett film, vagy, vagy, vagy tévéfilm. Tehát, hogy, hogy én érzek rajta a rendezői koncepciót, jók a színészek jó, jók a berendezők. Tehát, hogy ez, ez nagyon szép mívesen van elkészítve, onnan indulunk, az a nulladik perc, hogy Rorschach tesztel indul az egész epizód. Mert hogy van főcím. Igen. De te nem szereted a főcímeket, ugye? Nem. És áttekerted, vagy azért megnézted? <laughs> Megnéztem, mert kíváncsi voltam rá, én nem emlékeztem, hogy ennek van főcíme. Bár előtte, mikor fölkészültem az adásra, akkor olvastam arról, hogy ez az egyetlen, vagy talán kettő közül az egyik, aminek van főcíme, már így nem tudom felidézni, milyen jól készültem, de már nem emlékszem. Szóval, hogy, hogy érdekelt azért a főcíme, de engem nekem nem tetszett a főcíme. De azt is hozzáteszem, amit most Áron mondott, hogy hát azért a rendezésben nem tudom, hogy egyet tudok-e érteni, de nehéz leválasztani, hogy azért ez 1968-ban készült. <coughs> Figy Figyeljetek, azért ez, ez a kalámból, ez volt annyira menő, itt az emberek cigarettáznak, kihallgatás közben szivart szopoggal. Bemegy egy házba a kalámból, egy egy, 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 ilyen kacsalában forgó palottába, és simán rágyújt, nem is kérdés, hogy itt lehet-e. És, és, a, a, a kacsalában forgó házba építve van bárpult, ahol emberek odaállnak, és, és töltögetik ki az akkor ez ilyen, Elképzelhetetlen manapság igazából. Tehát a 70-es években, meg maga ugye 80 szerintem mindenki azért halt meg, mert hát a tévében dohányoztak. Tehát hogy Jó. eszméletlen. M meg ez, most mi az, hogy elképzelhetetlen Áron, ne haragudj. Azért, mert a Neren kívül élsz, és nincs egy nyavajás <laughs> ilyen bárpultod, hogy amikor odaérkezem hozzád, megkínáljál, hát ne haragudj, szól. A, ko a konyakkal. Jó, de értitek, a, a mi szüleink a még a 80-as években egyébként tényleg konyakoztak, tehát hogy ez így volt otthon, ma, ma, ma nincs az, hogy jön hozzám, beugrik valaki ismerős, és én, én lenyissam a, a kis szekrényt, és akkor konyakozzunk. Tehát ezek már nincsenek. Ö, már maga a millió, amit, amit megteremt a az epizód, vagy a film, az egy egészen különleges, ínyenc millió. Innen 2023-ban nézve, meg főleg. És nincs olyan része egyébként, szerintem, és most nem a Kalambót, mert ő egyértelműen hogy ő mindig szivarozik, de hogy nincs olyan rész, hogy valaki rajta kívül ne gyújtana rá. Tehát szerintem nincs olyan, hogy valaki ne dohányozzon a bármelyik részben. Mielőtt 18-as kategóriába kell tenni a műsort a dohányzás miatt, ezért szerintem tényleg álljunk neki annak, hogy mi történt ebben a konkrét epizódban, mert azért egy nagyon izgalmas rész. Én még mielőtt beszélünk. még, csak, csak mivel, hogy én vagyok, de, de haragudj, de mivel hogy én vagyok a szinkronfelelős, ezért szeretném, hogyha Szabó Gyula mellett ugye a többi főszereplő magyar hangját is megemlítenénk. Ugye a mi gyilkosunknak ugye Rajhon Ádám kölcsönözte a hangját, ugye őról már beszéltünk. A szerető ugye, uh, ugye Susan Balogerika, Dév, ugye a mi kis pszichológusunk jó barátja, ugye a kereti főügyésznek, ugye Fülöp Zsigmond, hát megkerülhetetlen gyakorlatilag szerintem, főleg akkoriban a szinkronban, én imádom. És ugye a feleség, aki hát ugye csak egy 18 percet kapott az egész részben, de mégis róla szól, hogy ő pedig Kovács Zsuzsa, aki szint, szintén ugye abban az időben nagyon sokat volt foglalkoztatva. Tehát, ezt azért szeretném, hogy azért róluk is beszélni, ne csak, ne csak a Szabó Gyuláról, mert mindannyian szerintem tehát hibátlan, bár egyetlen egy szinkron hiba volt, igaz, az nem a színész hibája, hanem hát valószínűleg rosszul írták, hogy amikor a repülőn ugye csinálnak egy műveszekedést, ugye Susannel, ugye aki a szerető, csak hogy közben Claire-t játsza el, akkor ugye a mi pszichológusunk az egyik dialógusban véletlenül Susannek szólítja, holott ő végig elvileg Claire bőrébe van bújva. És ez a, az eredetiben nem így van, tehát csak a szinkronban. Egyszer azt mondja Susan, majd elteli 15 másodperc, és akkor meg azt mondja, hogy Claire. És közben azt mondják a hallgatóik, hogy repülő? Milyen repülő? Hát nem is én láttam ezt az epizódot, beszéljetek már az epizódról! De én meg erre azt mondom, hogy oké, okay, de nézzétek is meg ezt az epizódot. Már csak azért is nézzétek meg, mert tényleg jó. Na jó, de, de, És akkor honnan indulunk, onnan indulunk, amit te a port.hu-ról felolvastál, hogy van nekünk egy pszichi pszichiáterünk, vagy pszichológusunk, aki, pszichiáter. pszichiáter aki meg akarja ölni a, fe a feleségét, mert új szeretője van. Hát is. És hát a lóvé, a lóvé a nőjé, ahogy ez lenni szokott. Tehát az egzisztenciáját bár már megteremtette azzal, hogy ugye ő neki egy jó kis klientúrája van, de valószínűleg a kiinduló pont az az asszonypajtástól jön, és innentől fogva nehézettől szabadulni. És hát asszonypajtás gyanakszik is. Azt ugye eléggé gyorsan levesszük, hogy azért ez egy megromlott házasság. Tehát, hogy ez egy, az, az, hogy egyetlen egy ilyen partit rendeztek, ugye ez nyilvánvalóan ez egy színjáték, annak a sok illusztris vendégnek abban a gyönyörű palotában. Ugye... Amiben van bárpult is. Ja, de hogy hogy a viharban ne lenne, zongora, bárpult, minden. Ja és, és ez nem egy különálló ház, mint ahogy azt a Kalambóban megszokhattuk, hanem ez egy egy ilyen úri épület legfelsőbb szintje. Ez egy emeleti, a tetején lévő penthouse, így van. Igen, de annak viszont egy nagyon jól néz ki. De hogy azért, hogy ez a házasság, azért mi már rögtön az elején tudjuk, hogy ez minden csak nem ideális. És ugye a, a, elszalad a pszichiáter a buliról, mert hogy kap egy telefonhívást, hogy, hogy nem tudom, be kell mennie, vagy valami, valami van, és igazából... Az egyik betege, az egyik betege. Vagy egyik betegéhez, igen, és nem a beteghez megy, nem a beteghez megy, hanem a, ugye a szeretőhöz megy este szórakozni. Jó, tehát a sztori lényeg, akkor a repülőt akkor csak, hogy megmagyarázzuk, hogy az, ered, az, az, volt ugye a nagy koncepció, hogy ugye asszonypajtásnak ugye beadja, hogy ők most elutaznak, ez egész világnak elkürtöli, hogy ők bizony most el fognak utazni egy hétre, ha, hatalmas a szerelem, stb. Csak hát ugye időközben miért még elutaznának, hát asszonypajtást ugye megöli, erről majd beszélünk később, és ugye a mesterterve az, hogy ugye a szerető beöltözik asszonypajtásnak, felmennek a repülőre, ott ugye dohányoznak mások, ugye csak hogy behozzam megint a... És ott eljátszanak egy hatalmasnak kamu veszekedést, aminek a vége az, hogy Pajtás leszáll, hogy jó van, akkor hagyjál békén, én hazamentem, és ő szépen visszamegy a lakásba, a emberünk pedig ugye elutazik avakúpóba, és egy hétig távol lesz. És ez alatt az idő alatt, ugye hát, rabló gyilkosság áldozatává válik a feleség. Tehát gyakorlatilag ugye a férj megcsinálja magának a kamu alibit, és milyen hidegvérrel, mert hogy ugye elrak egy, el kell vinnie magával egy csomó dolgot, amit ugye a rabló gyilkosság során elraboltak a lakásból, és ugye azt ő elviszi magával a, kapulkóra, amit most csak azért emelek ki, mert ennek a sztoriban a nyomozás szempontjából, és ugye Kalambó, tehát Kalambó abban itt is olyan, mint később, hogy, hogy ő akkor nyugodt, ha mindent tud, ha Minden, minden, minden részlet a helyén van. De ugyanakkor azt azért hozzáteszem, hogy oké, okay, hogy ez később egy buktató lesz, vagy lehet erről majd beszélünk, de maga az ötlet, hogy már azokat a motyókat akkor viszi el, hogy egy utazásnak álcázza gyakorlatilag azt, hogy saját magát kirabolta, ez szerintem óriási. Tehát hogy senki nem nézte, hogy bőrönd van nála, és mi van abban a bőröndben, hiszen ő utazik. Igen, de jó ötlet volt magával vinnie vajon külföldre, hogy legyen 9 vagy 12 font súly plusza, amire ugye azt mondja Kalámbónak később, csak hogy a nézők is, vagy a hallgatók is értsék, amire azt mondja a később, hogy hát orvosi iratokat visz ki, ki, és hát azt nem hozta magával, folyóiratokat, igen, amiből azért jó lett volna, ha azt, azt, a 9 kilót azt összerakja, vagy nem tudom, 4 és fél kiló, azt hiszem, mennyire jön ki, azt kalámból összerakja. erre nem gondolt, ugye, hogy ezt le lehet mérni, hogy mennyi az oda, oda, oda meg a visszamotyósúlya, de az maga az a gondolat, hogy hát bizonyítékokat nevezzük annak gyakorlatilag egy, egy távoli országban a tenger vagy óceán kellős közepén megszabadult tőle, ez maga szerintem ez hibátlan. Nem hiszem el, hogy ezt Los Angelesben nem tudta volna megtenni. Igazad van, de akkor, akkor mi vagy ezt úgy... De akkor nem lesz film. Ja, hát jó, igen, tehát most érted, igen. Tehát... Szerintetek ez kellett ahhoz, hogy Kalambó rájöjjön, hogy nem stimmel valami? Nem. Mert szerintem nem. Szerintem ez csak egy plusz, aminek nem. igazából nem volt értelme. A Kalambónak az a... Én, én úgy vettem észre ebből az első részből, hogy az a taktikája, vagy nevezzük így, hogy ha, ha kiszúrja az elején, hogy valami nem stimmel, akkor elkezd még több apró részletre fölfigyelni, és ebből rakja össze, hogy ő gyanús. És elkezdi megfojtani azt, akit kinézett magának gyakorlatilag. Így van, elkezd nyom, elkezdi nyomás alá helyezni. És Kalambónak nem ez volt az első gyanús, volt ennél egy tehát, hogy volt egy olyan részlet, ami hamarabb gyanús lett a Kalambónak, de ezután egy plusz adalék volt, hogy itt valami nem, nem stimmelnek a súlyok, nem stimmel az, hogy valaki fél kilónyi orvosi folyirattal utazon el Mexikóba nyaral nyaralni. Ugye az első, ami Kalambónak szemet szúrt, az az volt, amikor visszaérkezett, hazaérkezett Mexikóból a férj, belép a penthouse-ba, belép a, belép a... És ott körbe van rajzolva a nőci holtestet. Tehát kezdjük ezzel, hogy ezt így... De azt mondjuk, a belépéskor nem látta. De nem az van, hogy szia drágám, megjöttem, hello, ugye mert hogy egy hete nem találkoztak, hanem, hanem így szépen hazajön csöndbe, miközben Kalambó ott várja, és a Kalambónak ez volt az első jel, hogy ő úgy tesz, mint hogyha tudná, hogy nem fog otthon találkozni a feleségével. Én ezt továbbra is megvétózom. Vitáztak, veszekedtek, balhé volt, ha most ebbe belegondolsz, hogy a való, tehát most nem azt nézve, hogy ez egy kabu, hanem ez egy tényleg igazi veszekedés volt, és mondjuk az is milyen ciki már, akár, hogy mondjuk ő nem ment a felesége után, hanem ő tényleg azt mondta, hogy hát akkor rohadjál meg, én már pedig akkor is koccolok egy hétre, és lehet, hogy felé se nézett egy héten keresztül. Hát ő lehet, hogy mondjuk olyan fajta, hogy ő a küszöb alatt kúszik be. Plusz honnan kellett volna tudnia, hogy otthon van a nő? Igen, ráadásul. Tehát lehet, hogy éppen kozmetikus távot, vagy a jó ég tudja. De, de ne hagyjunk ki egy fontos momentumot, mert hogy találkozik ugye Kalambó ott akkor, mikor visszaérkezik Ray Dave a, 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 a kapulkóból, Dave és ott megtudja a mi gyilkosunk, hogy bizony a felesége túlélte azt, hogy ő meg akarta folytani, ami szerintem egyébként szóval annyira a tökéletes gyilkosságot akarták bemutatni valahogy, vagy úgy tűnt, hogy ez a, ez a nagyon higgadt pszichiáter, ez, ez a... Ez a tökéletes gyilkosságra hajt, miközben hát az se ellenőrizte, hogy éle még a nő. Igen, itt egy zárójelet, ezt mindenképpen szeretném beszúrni, hogy látjuk az elején, hogy a két összeesküvőnk, tehát a főszereplő gyilkos és az ő szeretője, mennyire aprólékosan kidolgozott tervet hajtanak végre annak érdekében, hogy meggyilkolják a feleséget. És ennek a kidolgozott tervnek sok minden része az is, ahogy, tehát azt is látjuk, amikor éppen megfojtja a feleségét. És Szerintem, tehát itt, itt csatolnék vissza arra, hogy mennyire jó szerintem a rendezés, függetlenül attól, hogy mennyire túl van játszva maga a, a folytás jelenete, és mennyire, mennyire, ilyen, tényleg ez a 60-as évek, 50-es évek színészi játék van benne, de mégis hozza azt a karaktert, hogy én elhiszem, hogy ez egy... Ez, egy pszichopata. ez a csávó, ez egy pszichopata. De egyébként tényleg az. Tehát és az, és a, ez pont azért hiszem, és tehát túl azon, hogy sokszor hogy reagál, és az a folytogatás, ugye, amikor ugye beszéltük, hogy megint visszavegyünk egy kicsit a sorozatban, hogy ne haladjunk előre, előre megyünk, nem hátra. Hátra, de mi hátra megyünk néha, igen. Igen, ugye, amikor ugye abból a bizonyos buliból ugye elmegy a szeretőhöz, és ugye ott találkoznak, és van egy olyan beszélgetés, egy ilyen párbeszéd, hogy azt mondja a szeretőnek, hogy az igazat megvalva most kellene, hogy megfojtsalak. <laughs> és majd erre X perc múlva megfojtja a feleségét. Tehát, hogy ez az ember, ez biztos, hogy nem százas. És, és tényleg, ahogy Áron ahogy ahogy te is mondhatod, akkor megfojtja ugye viszont a feleségét tényleg. Tehát az arcára ez rá van írva, hogy, hogy ez egy pszichopata, én nem tudom. És érdekes maga a gyilkosság módja maga, hogy megfojtotta. Nem leütötte azzal a gyertyatartó valamivel, amit ott elvisz, kupa. és kupa, igen, nem, soha nem tudjuk meg, hogy mi az. Tehát nem leütötte azzal, hanem, vagy nem lelőtte, vagy bármi, hanem megfojtotta. A jelleméről sokat elárul. Azt, hogy gyakorlatilag a haláltusáját a, a, a kezeit között kell, hogy végig érezd. Oké, hogy ő végig nem érezte, mert ugye, mint kérdőt, nem halt meg azonnal, de akkor is egy haláltusát azért, tehát ahogy benne van, nem volt az, hogy az asszony kapaszkodik abba a függönybe. Tehát ott látszott rajta, hogy hát ezt ő nem annyira élvezi. És akkor ugye, amikor látványosan ugye elengedi, hogy akkor most itt a vége, hogy ezt te, ezt a higgadtan végig asszisztáltad. Igen, már nem emlékszem, hogy hol vagy hallottam, vagy hallgattam, vagy olvastam, de hogy a, a folyt, Hoz, ahhoz nagyon erős érzelmi felindultság, és egyszerre kötődés is kell, tehát hogy azt, azt nem lehet anélkül megcsinálni, hogy te érzelmileg ne legyél nagyon felindult. Igen, ha kirabolsz valakit, akkor azért nem biztos, hogy megfojtod, akit kirabolsz, hanem leütöd az első kezedben lévő tárgyal. Nem sikerült neki megölnie végül is a feleségét. Itt játszik velünk a rendező, meg az író, mert hogy azt mondja Kalambó, hogy hát akkor hogy túlélte, és akkor ugye rohannak be a kórházba. Azért, azért lehet, hogy pszichopata beteg állat, és én egyáltalán nem tudok azonosulni dave per Roy, de, mm. de, azért azt, vagy réj, de ja igen, már a Roy a másik, Úgy. szóval, hogy de, de azért ez, ez egy iszonyatosan parász szituáció lehetett. Tehát itt azért egy kicsit átéreztem azt, hogy én meggyilkolnám a feleségemet, és, és abban a tudatban elutazok külföldre, hogy igazából megúszom, mert nem is vagyok otthon, amikor meghal, akkor utána szembesülök de... azzal, hogy igazából azonosíthat, és beérnek a kórházba, mert ezt azért még hangozzon el, ott már odaérnek a korteremhez, mikor kilép az orvos, és azt mondja, hogy hát sajnálom, de meghalt, és hát annyira szerette magát, hogy az utolsó szava is az, az ő neve volt. Amit már ma, ma nem tudok. Azt nem mondta, azt nem mondta, hogy annyira szerette Csak sugalta. Tehát ő ezt sugalta. Hát, mert ő ő ezt re... szűrte le, mert ezt szűrte le abból, hogy azt mondta, hogy ré, Réper Dév! Ah, Igen, ő, csak ugye, ugye... Dévünk arcán, meg amikor ezt a hírt hallotta, akkor meg tisztán látszott, hogy hát itt messze nem erről van szó. Tehát itt ö, szerintem, ugye Dévré barátunk maradjunk Dévnél, mert ugye itthon így hívták, tehát, hogy vagy Mr. Fleming, Dr. Fleming, és akkor nem rondhatjuk el. Itt esett ki szerintem először a szerepéből mármint a saját, nem, nem, a színész, hanem ugye magából a saját szerepéből, hogy ő, hogy ő végig ezt végig tökéletesen higgadtan, is nem rontja el. Itt kiesett a szerepből, mert ez nem volt belekalkulálva, hogy ő megtervezte az egészet. És amikor már megérkeznek a, a kórházba is, szerintem ez nem volt reális, ahogy lereagálta. Én tudom, hogy mindig ezen, ezen ugrálom, hogy, ugrálok, hogy, hogy, hogy reagálnak bizonyos helyzetekben emberek, de, de Kalambónak is mindig ez a fixa ideája, és, és ő is mindig ebben lát, tehát, hogy amit ott be akarok jutni a kórházba, és akkor igazából fenyegetődzöm, tehát nem kétségbeesett vagyok, hogy meghal a feleségem, vagy mi van vele, és engedjenek be, és teljes sem magamból kikelve, jó, oké, nem mindenki reagál ugyanígy, tehát oké, van, aki higattabban, de ott inkább csak egy ilyen, ki ha én nem fickónak tűnik. De ő alapból az tehát ez, ez az ember egy arrogáns pöcs, tehát én ezt tartom. Amit megmondasz, hogy ugye a reakciók, tehát ahány ember annyiféle reakció, tehát nincs olyan, hogy egy adott szituációra így kell reagálni, nincs erre sablon. Mindenki másképp gyászol, mindenki másképp ö, dolgoz fel egy ilyen ö, helyzetet. Az más kérdés, hogy ugye az, hogy ő gyakorlatilag farccal megy be másnap már dolgozni, és tényleg pont leszarja az egészet, ez már nyilván ö, árulkodó az ugye, vagy akár visszatérve arra, hogy az asszony ugye él, aztán nem él, hogy ott is gyakorlatilag mindenről szólt az arc kifejezése, csak arról nem, hogy lehet, hogy megmenekül a feleségem, aztán lehet, hogy mégsem. Ott az, az nyilvánvaló volt, de én szerintem arra kihelyez, kihelyezni bármit, hogy most valaki egy sablon szerint reagál-e vagy sem, hát nem tudom most, most itt vagyunk akár csak hárman, tehát lehet, hogy egy, egy akármi adott mind a hárman másképp reagálnánk, és még lehet, hogy ebből árul lenne a, leggyilk, a leggyanúsabb, mint gyilkos, mert ugye éppen reagál úgy. Ki tudja, ki tudja, hogy, hogy, lehet, hogy már csináltam is ilyet. Jó, de, de kell, hát nem vettem, vagy itt, itt ebbe a podcastbe, de, de, hiszen hát, mint tapasztal gyilkos. Miért is van az, hogy igazából Kalámból mindig az első perctől kezdve kitart a gyilkos mellett olyan értelemben, hogy hát látsz egy kalámbót, meg, a tévét, majd a kalámbó rajta, még életedben nem láttad a részt, és látod, hogy beszél valakivel a kalámbó, tudod, hogy ő a gyilkos. Tehát, hogy nem ide, ide jön az vissza, amit ugye mondtunk, hogy ugye mindig valami burzsúja általában az elkövető, és hogy minden egyes, tehát, hogy én ugye az előbb megvédtem, hogy ki hogy reagál, de minden alkalommal van egy olyan reakció az elkövetőnek, ami miatt gyanúsá válik, hogy na így biztos, hogy nem. A, a, amit mondtál, azt szerintem arra világít rá legjobban ebben az epizódban, hogy igazából, ha lecsupaszítjuk a, a stílusát ennek a film, tehát le, leszedjük a filmről a stílus, mert mindent leszedünk, akkor igazi bizonyíték nincs ebben a filmben, nincs az, hogy valami, valami kézzelfogható bizonyítéka lenne Kalambónak, a végén sem, hanem elkezd nyomozni Kalambó, tudjuk mi nézők, hogy... Hogy, hogy a nyomás alá helyezi a, a vélelmezett elkövetőt, de őnek nincs semmi bizonyítéka, csak a megérzése van, tehát és csak a megérzése után megy ebben a, ebben a részben. Amikor megtörténik a gyilkosság, és megérkezik a szerető a dr. Fleminghez, és a szerető meglátja a hullát, és elmegy a bárpulthoz inni valamit, mert az kell, akkor utána a tisztítóba kell telefonálnia a szeretőnek a nő a feleség nevében, hogy jöjjenek másnap a cuccokért, mert ugye azt a ruhát, amiben fölmegy a szeretővel, mint a felesége a repülőre, ott összevesznek, amit a imént is taglaltunk, és lejön a feleség, vagy hát a szerető, mint a feleség, akit ugye alkezben ölnek meg, miközben a férj már Akapulkóban nyaral, ott fel kell hívni a tisztítót, és a tisztítót amikor felhívja, akkor ad neki egy kendőt a Fleming, hogy azt fogja, amiközben fogja a telefont, hogy az új lenyomata ne maradjon rajta. De mikor lerakják a telefont, akkor az, az ott marad. És el is indulnak, lekapcsolják a villanyt, elindulnak, a kamera is elkezd menni, egészen már közel vagyunk a telefonhoz és a kendőhöz, mert azt hiszük mi nézők, még a zene is azt sejteti. Az első elrontott dolog, de aztán egyik például a másikra ha egyszer csak látjuk és halljuk, hogy visszajön Dr. Fleming, megfogja és elviszi. Igen. De remek volt, kép, nagyon igen. remek volt. Kép, képbe benyúl egy, egy Gyakorlatilag kép. Gyakorlatilag ilyen nem is tud, nem Tökéletes. számít azt rá, tehát a zene is lesz tiszta dráma, hogy na gyerekek, jó, akkor ez itt coki, ezt meg kell majd magyarázni. És egyszer csak, hogy puty, egy kéz is kihúzta a zsepit, hogy uh -huh. szevasztok. Hát azért, ha az a kendő ott marad, azt azért baromi, azért az nagyon cinkes. A, ott az ott egy újabb kérdője lett volna Kalambónál. No, no, arra Mit már keres én is azt mondom. Tehát, hogy Mit keres az... egy kendő ott a telefonnál? Vajon... Hát telefonált a gyilkos. Hát ugye? Na jó, de miért telefonált a gyilkos? Kit hívott? És hogy kit hívott, én, azt megnézik az a híves de, de nem, bocsánat, de nem ellenőrizték. Itt szerintem még ott tartunk, hogy nem is tudják ellenőrizni a, a hívásokat. De, 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 de tudták, de, tudták és volt is olyan, ahol, ahol, ahol ellenőrizték. Itt nem, mert ugye nem merült fel a telefonálás. De hogyha ott hagyták volna a kendőt, akkor felmerült volna a telefonálás. Hm. És onnantól fogva azért ma azt ki nem magyarázza az öreg. Tehát, jó, hogy... mindegy, a Kalambónak az az első hű, hű, ha nyoma, hogy jó, igazatok van, úgy értem. Tehát Kellambónak ez az első hűhanyoma, hogy nincs meg az a ruha, amiben leszállt a spiné a repülőről. És ugye a, a gyilkos maga is úgy áll hozzá, hogy hát ő neki fogalma sincs, nem volt itthon, de közben meg tudja, hogy majd vissza visszahozzák a tisztítóból, ami később meg is érkezik. Kalambó le is döbben, de nincs meg a kesztyű. Mert a kesztyűt elfelejtette kerol. Vagy hogy hívják? Susan. A feleség. Susan. Nem a feleség, hanem ő a Miss Hudson. Így, így, Miss így Hudson. van, És az igen. is nagyon gyanús volt, hogy utána végül is hogy hogy nem megtalálta a, a, a gyilkosunk a kesztyűt. Igen, meg. ami annyira amatőr, tehát, hogy így. Ez azt az mondja, az mondja, a itt, Azt mondja, itt, itt a gyilkos, már egyre hogy. Inkább. Igen, tehát ő átkutatja a rendőrség az egész nyavajás lakásodat, nem találja meg benne, majd utána ott oda van mögé esve, szóval. De várj, és nem csak ez... azt, tehát, hogy amikor ugye ez úgy ugye bement hozzá, még ugye a rendelője, irodája, jó, itt ugye ott is van bárpult egyébként, erről majd, de mindegy. Tehát ez mindenhol van, szerintem csak az utcán nincs. Tehát akkor bemegy oda a kalámba, ugye, és akkor már felmerül ez, hogy hol a ruci. Ugye akkor a gyakorlatilag Flemingünk ilyen tök már pont lesz arja. Tehát mit tudom én, érdekel engem, ezért nem érdekel. Akkor kutassátok hát házamat még egyszer, hát nem érdekel engem, már hát csináltok, amit akartok. És megbeszélték, hogy akkor majd 5 órakor vagy hány órakor találkoznak ott a kalámba És ehhez képest ő már sokkal korábban hazamegy, hogy ugye előkészítse a terepet, csak hogy a Kalambó is előbb jön. Na ez azért rohadtul fura, hogy fél órá vagy pár órája még pont nem érdekelt az egész, de most meg hirtelen ugye azt, hogy annyira érdekelt a dolog, hogy ezért korábban hazajöttem. Ja, és meg is találtam nektek, sziasztok! És ráadásul le is bukott a szeretőjével a kalambó előtt, mert ugye amikor hívta otthon előtte még korábban, akkor mondta, hogy mit tudom, én másnap délután kettőkor találkozunk. A kalambó meg oda megy, érted, három, 2 most tök mindegy az időpont már, nem emlékszem pontos, 3 4 2 -re. és még be is szól a csávónak, mikor szól az asszisztens, hogy itt van a nem tudom két órai, hogy ja, akivel tegnap beszélte meg, és bejön Miss Hudson, az szerintem óriási, mert hogy annál gyanúsabban nem beszélhetett volna a csávó telefonon, mint ahogy tette. Hát mert ugye ki lett osztva az asszony, hogy a csajnak, hogy ne hívja, csak hát ugye ennek a tervnek azért egyértelműen az egy gyenge pontja, az ugye maga a lány volt, hiszen azt tudjuk, hogy a lá... tudni kell, hogy a lány az ugye gyakorlatilag korábban egy paciens, még most is egy paciense, és úgy szeretett bele, tehát ő kezelte. Meg a végig is kezelte őt. Később, hogy gyakorlatilag megcsinálják ezt a részt ugyanúgy, csak máshogy, amikor a pszichiáter az a... Az durva, mire gondolsz? Az a, szeretőférjét az a szerető férjét öli meg, aztán a szeretőt is, ha jól emlékszem. Szóval, hogy később is játszanak ezen. Tehát, hogy... nagyon, nagyon kell vigyázni a pszichiát. Az még külön. nagyobb manipulátor, mert azért ez a, ez a tehát a, Dr. Fleming is azért egy piszkosú nagy manipulátor. Tehát, hogy azért látszik rajta, hogy hát, nyilván mindenkit nem tud irányítani, de hát a Susan egyértelműen gyakorlatilag a, a markában tartja. Csak hát viszont Susanünknek azért nem olyan kötélben vannak az idegei, mint neki. Súlykolja belé, hogy, hogy, hogy tartani fogadva, meg tud csinálni, és, és nem fogsz összetörni, azért ez nyilvánvaló, tehát ez sejthető, hogy azért ő a gyenge pontja majd előbb-utóbb a történetnek. Tulajdonképpen egyértelműen, sőt nyíltan is rájön Kalambó, és van is egy jelenet, ami kilóg az összes Kalambó epizód közül, amikor elmegy a forgatásra, mert hogy színésznőként dolgozik ez a szerető, ez a, ez a Miss Hudson, Carol, vagy Susan, Susan, Hudson, Susan Hudson, és és elmegy Kalambó meglátogatni a, a díszletbe, a stúdióba, ami egyébként hát meglepő, hogy a, a maga, a saját stúdiója Kalambónak, vagy hát ugye, ahol forog maga a sorozat, ezt sokszor eljátszák, és ott jégkrémet zabál, eldobja a papírt, szóval ott, ott azért történnek... Szemetel, Kalambó szemetel. Szóval történnek ott olyan dolgok, le úgy csak pislog az ember, meg úgy, úgy nem is értjük, hogy miért van benne egyébként, de ott összefutnak, és történik valami, ami hát tényleg nem jel a megértő Kalambóra, akit, akit később megismerünk. Igen, te arra utalsz, hogy a Kalambó ebben a részben egyrészt ilyen erős, szinte már-már már pszichikai nyomás alá helyezi ezt a, ezt a színésznőt, aki a gyenge láncszem, és egyéb, egyéb olyan eszközöket is alkalmaz, ami nem ilyen... Tehát nem ennyire elterjedt a, a később bizodokban. Itt több átverés is csinál a, a kalambó. Tehát én nekem az, az, az a az a benyomásom, hogy az, az, amikor jelentkezik valaki, hogy ő ölte meg a nőt. Igen, az visszább megyünk a Tomira, ugye a, a bettőt. Igen, csak most nagyon előre szóval, hogy... Most túl sok labdát dobtatok fel egyébként ezzel, de közben. Hát igen, mert behozta itt a végét a színházat, és akkor, mert az már a végén. Az van, nagyon és a véget tehát lehet, hogy azért nagyon, ekkor, túl nagyot ugrottunk talán ezzel. Tehát az átveréseket is használ ebben a részben elég sokan. Hmm. De nem tudjuk, hogy az átverés, ugye te arra gondolsz, amikor ö, ö, egyszer csak a Dr. Fleminget elhívja, a Kalambó, hogy jöjjön el egy kihallgatásra, mert valaki bevallotta, hogy ő ölte meg a feleségét. És ott egy szobában ott ülnek mindannyian, a Kalambó pedig ugye kihallgat egy fickót, aki mindent bevall, a Tomit, mint engem. És két emmel és Y-nal írja. És ott, hogy én nem. Szóval és, még, de rendben. Ezen túl így hívlak és Redmen Béla. és, ott, és ott rákérdez, ugye ami esélyt ad tulajdonképpen ezzel a Kalambó a Dr. Flemingnek, hogy azt mondja, hogy hát biztos ő a gyilkos, de helyette azt mondja, hogy szerinte, szerinte is hazudik a Tomi, nem ő ölte meg a feleségét. Ugye ez egyrészt azért, szerintem egy furcsaság, szerintem ilyen nincsen, hogy be lehet vinni egy kihallgatásra olyat, aki érzelmileg érintett, és ott bent hallgassa végig, és egyébként a doktor úr farccal végighallgatja, hogy hogy ölték meg a feleségét, de szerintem egyértelműen, szerintem ott egyértelműen kiderül, hogy ez egy utcáról bejött csávó, aki bevallja, a Kalambó is tudja, hogy nem ő a gyilkos, a Kalambó is tudja, hogy dr. Fleming a gyilkos, ezért összehozza ezt a szituációt, hogy ebből leszűrjön különböző következtetéseket, és nem arról van szó, hogy ő felbérelt volna valakit, aki most eljátsza ezt az egészet, Hiszen annak igazából nem lett volna értelme. De itt már nem is volt nehéz dolga ilyen szempontból, mert itt már szerintem, tehát itt már annyira kijött ugye a Dr. Flemingnek az a nagyképű arrogáns pöcs, tényleg nem tudok rá más mondani viselkedése. Tényleg, ahogy mondtad, tehát farca hallgatta végig a vallomását, ahogy elmondja, hogy fejbevertem, tehát, tehát vagy megfojtottam, tök mind, mert hány, eltelt, mit tudom én, másfél hét, most nem tudom, összesen, vagy most tényleg nem tudom mennyi időt, tehát nyilván nem sok és tényleg ott van egy feltételezett gyilkos, akiről ha te meg akarod játszani, hogy nem te vagy a gyilkos, akkor simán el kéne hinned, hogy ő az. És ott vagy vele egy légtérben, is, halál lazán bagózgatsz, és végighallgatod a sztorit, és utána még szinte te vagy felháborodva, hogy hát ez hülyesség, hát ez nem gyilkos, hát ő biztos, hogy nem. Egyszerűen tényleg ő már akkor előjött belőle a pszichiáter, a, 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 minden, hogy, hogy hát ez nem, hát ő biztos, hogy nem. Hiba lenne kihagyni, egy nagyon fontos részt ebből az egész, tehát ebből az epizódból, és ebből szerintem Áron velem egyetért, én hallom, hogy bólogat, hogy ugye amikor ugye Kalambó ismét meglátogatja ugye dr. Fleminget az irodájában. Igen, ez az egy kulcs jelenet, de majd száfolyatok meg, mert én nekem azért nincs előttem a következő 68 rész, de hogy ilyen jelenetek egyébként szoktak lenni, hogy a Kalambó és a feltételezett gyilkosa azok megfejtik a világot. Ez igen, ez így van, ez Tehát jó így, hogy, igen. ilyen jelenetek vannak, és ebben a jelenetben az történik, hogy a pszichológus elemzi Kalambónak a jellemét, a, a lelki világát. A... Olyan szint, bocsánat, azt az, az hogy itt, itt még a Kalambó is nagyobb játékos, mert gyakorlatilag a Kalambó játékába ül bele, és elemezteti saját magát a doktor Fleminggel. Tehát, hogy itt, itt benne van az, hogy ezt, a, ezt, ezt az egész beszélgetést a Kállámból szervezte meg. Ja, per, persze, hogy ő szervezte. De, meg. Tehát felülteti a mi okos pszichiáterünket. Bocsánat, csak ez nekem, ez az, hogy. Tehát, hogy ez nem egy spontán dolog volt, hanem ez. Tehát ő belevitte ebbe a játékba, hogy akkor elemezzél. És itt, itt megint oda szeretnék visszakanyarodni, hogy egyszerűen jók a színészek, tehát ez a jelenet, ez nagyon jól van színészileg is eljátszva mind a két fél részéről, Peter Falk részéről is, meg a, meg a gyilkos játszó színész részéről is. És itt hangzik el szerintem egy kulcsmondat. Azért kapják el a rendőrök a gyilkosokat, ugye a Kalambó azért fogja elkapni a gyilkost, mert hogy a gyilkosok általában egyszer van, nem tudják lepróbálni, egyszer van arra alkalmuk, hogy a bűnt elkövessék, míg a rendőrök, a rendőrség, vagy ő akár személyében a Kalambó hadnagy, ő ezt nagyon sokszor gyakorolja, folyamatosan ügyeket oldanak meg, tehát hogy ő kiszúrja már a hibákat is, és emiatt sokkal több alkalma van arra, hogy elkapja a gyilkost. Nem, tudnak, nem tud föl, a gyilkosok nem tudnak fölkészülni a tetteikre, míg a rendőrség merik folyamatosan gyakorol. És szerintem ez egy ez, ez ilyen értebben kulcsmondat ebben az epizódban. Nem csak ez csak hogy a Kalambó karakterére is egy picit visszatérünk, hogy ugye itt gyakorlatilag a Dr. Fleming egy diagnózist ad a Kalambóról, illetve sejtett egy diagnózist, amit mi is később sejtünk, hogy igazából ő egyáltalán nem hülye, mint ahogy a későbbi részekben úgy csinál, mintha az lenne, hanem ő nagyon is tudatosan veszi fel ezt a ruhát, hogy hülyének tűnjön. Ezt úgy, úgy, úgy hívják, hogy Unterman, tehát ő adja, adja a, a kisembert, ez, emiatt beképzelté válik a másik fél. Hogy ez és totálisan. elbízza magát. elbízza, magát. magát. Így van. És egy mentális előgyeletes szert. És, és, akkor még egy gondolat erre a részre, és nem a kiöntött viszkire gondolok, hanem arra, hogy amikor ugye már gyakorlatilag annyira felül ennek a játéknak, annyira, benne, annyira, előjön már belőle ez a, ez a, ez a, ez a pszichiáterén, hogy ő már a tökéletes a tökéletes gyilkosságról beszélgetnek Kalambóval, gyakorlatilag saját magáról beszél már, és a végén szinte egy védő beszédet állít magának, amikor úgy zárja le a gondolatát, hogy aki ilyet csinál, és így, az nem őrült, hanem pragmatikus. Ez szó szerint így hangzik el. Tehát itt nekem Egyetlen azért, hogy hát gyakorlatilag szerbusz Dr. Fleming vagyok. Viszont ugye nem tudja egyértelműen rábizonyítani Kalambó Dr. Flemingre a gyilkosságot, ezért azt találja ki, hogy a legjegébb láncemet használja föl, és ehhez tulajdonképpen egy hasonló szituációba kényszeríti Dr. Fleminget, mint ami ami történt, vagy hát egy kicsit hasonló, ugye eljátszák Susan halálát öngyilkosságra, ha, ugye? Igen, és azzal a hírrel oda hívják, hogy öngyilkosságot követett el, és hát igazából látja is Dr. Fleming, ahogy kiveszik a hulláját a Susannek a medencéből, aki egyébként nem Susan, hanem egy mint később kiderül egy rendőrnő. És így ugye rá tudja venni Fleminget Calambo arra, hogy nyíltan elmondja, hogy mit gondol Susanről, amit ugye Susan is hall, és már így mindjárt nem olyan a gyerek fekvése. Mert hogy azt mondja, hogy, hogy őt is megöltem volna. És akkor ez, ezért nyilván baromi pipa lesz Susan, és hát utána kitárgya a vége a résznek. Ugye? Hát gyakorlatilag ennyi történik, ez a nagy megoldás a végén. Hát végül is egy önvalomás van a végén, át átverte eh, egy komoly öngyilkossággal, és gyakorlatilag őt sem összetörik, vagy bármi, vagy, hanem akkor közül, hogy jaj, hát édes csillagom, hát ez a csaj engem a büdös élben nem buktatott volna le, mert kinyírtam volna. És nekem ez a rész tetszik a legkevésbé a Kalambóba, mert szerintem a kalámbó lényege, és ebből is látszik, hogy ez egy mínusz egyedik rész, Igen hogy a nem csak az érdekes, hogy látjuk azt, hogy hogyan történik maga a gyilkosság. Még a motivációt hogy, utána kalámbó, is hogy Igen, hogy kalambó, hogy nyomoz. Hanem szerintem az is izgalmas, ahogy nagyon furfángos módon esetleg lebuktatja a tettest, a gyilkost, vagy csőbe húzza, Oké, okay, még mi nézők is először azt hiszük, hogy a, a Susan lesz öngyilkos, és számunkra is ezt menet közben fedi fel a film, hogy, hogy hát nem erről van szó, de ez nekem úgy nem tetszett, olyan nagyon könnyen, ami, ami, aminek csak annyi előzményet láttam, hogy oda ment a kalámból, és agyon fenyegette azt a szerencsétlen Igen. csajt, hogy máskülönben itt vége az életednek, a karrierednek és mindenednek. Hát gyakorlatilag itt azt ugye, az ugye volt egy közbevágott még ugye gyakorlatilag ugye a Susan felhívta a Dr. Fleminget, hogy ezek állandóan itt grasszálnak a házam előtt, tehát folyamatosan néznek, tehát hogy ő tényleg ö, jelezte, hogy, 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 őt tényleg zaklatják. Vagy az, vagy az is a része volt a dolognak. Nem, mert azt láttuk, nem mutatták, hogy kim van a yard. Tehát azt lehetett látni, azt hiszem, hogy lehetett látni, hogy követik, lehetett látni, hogy ott van a háza előtt. Tehát ez tényleg igaz volt. A csaj megtört. Tehát az, az, az hogy gyakorlatilag erre az öngyilkosságra rávette, meg ez, ez annak az eredménye, hogy megtörte. Tehát azért ment bele ebbe a játékba, mert sikerült megtörnie. Szerintetek, hogy lehetett volna ezt a ha ti vagytok Dr. Fleming, akkor hogy lehetett volna ezt a gyilkosságot úgy véghez vinni? hogy ne bukjanak el azokon a dolgokon, amiken elbuktak. Most már így utólag okoskodni. Nekem ez olyan egyszerű, nem, nem, nem kell ilyen pöcsül viselkedni. Tehát... A mai műsorunk, kedves hallgatók, a mai műsorunk tanulsága, ha meggyilkoltak valakit, ne viselkedjetek pöcsmódra. Köszönjük a figyelmet! Ha, ha ő nem így viselkedik, és, és nem ennyire arrogáns, és nem ennyire szinte élvezi, élvezte ezt a játékot, mert lássuk, a Kalambó mindig élvezik ezt a játékot, de ő kimondottan élvezte ezt a dolgot. És nem, nem, nem akart mindig, kicsit mindig okosabb akart lenni, mindig mindent, tehát nem, ő, neki nem is az volt a célja a Dr. Frennek, hogy kimagyarázza, hogy, 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 miért nem ő volt, hanem ő meg akarta mutatni, hogy ő mindig okosabb, mindig ő a fasz gyerek. Ha, ha ő nem megy bele ebbe, és kicsit természetesebben viselkedik, kicsit megjátsza a megtört fért, és nem akarja minden áron... Vagy, 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 konkrétan elhangozott volna, hogy igazából nem, nem akartam, kívántam a halálát, de utáltam, mint a szar, nekem ez, meg, nekem jó, ez megkönnyebbülés. igen. Tehát, hogy nem, nem, ne haragudjon, hadnagy nagyúr, nem fogok sírni, mert utáltam, mint a, mint a francot. Tehát ez is oké, rendben. De, 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 semmi, tehát nulla érzelem is, ez még egy ideig, óráig védhető. De utána ő tényleg átmegy egy olyan szintű, arrogáns hülyébe, hogy, hogy, hogy már, már én is azt mondom, hogy hát, ne, ne. Oké, okay, most a persze a terv az, most lehet azon vitatkozni, hogy volt te, te volt elvinni azokat a serlekszerű gyertyatartó valamiket, amik minden, nem tudjuk micsoda, és ott bedobni a kapukóban, vagy bármi jó ötlet volt-e beépíteni egy, 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 mentálisan eléggé törékeny csajt ebbe az egész mestertervbe, mert hát ugye nyilván gyenge számít, de én szerintem ez az egész működhetett volna, ha ő nem viselkedik végén idiótán. Főleg, a, főleg ugye a, gyakorlatilag a rész második felétől kezdve. Én máshogy gondolom, én szerintem egy terv mindig annyit ér, amennyit a leggyengébb Része a tervnek ér, és itt a legyegébb láncem az egyértelműen a szerető volt, tehát a színésznő. Besté. És ezért volt az, hogy mivel a Kalambónak nem volt semmi fogható bizonyítéka, a gyengébb ellenállás felé ment, vagyis hogy próbálja megtörni a színésznőt. Tehát, hogy ha ugye az a kérdés, hogy hogy kellett volna másod csinálni, akkor ha te, te gyilkosságot akarsz elkövetni, akkor nagyon végig kell gondolnod, hogy ki az, akit te beavadsz, és ki a te, te társad, mert hogyha nem eléggé fölkészült, nem eléggé erős akaratú, vagy nem eléggé jól tudja kontrollálni a saját pszichéjét, akkor ő meg fog törni, hiába vagy te nagyon erős, és akár nagyon aragáns vagy, akár, akár mennyire gondoltad, hogy jó lesz végig. És uh, Kalambo így oldja meg, hogy a, a, hölgy irányából egyszerűen fogja és feltöri az ügyet. Tökéletesen, tök, az áron, de hagyd le egy -e kicsit most én is, akkor de, de Fleming, és hagyd védjem meg a saját álláspontomat, hogy igazad van, de vajon ez a dolog megtörtént volna-e, hogyha ő nem, hogyha a dév nem viselkedik ilyen idiót. Tehát el kell -e, eljutott volna -e a Kálából addig, hogy a gyenge láncszemet elkezdem megtalálni és megtörni, hogyha ő nem ad gyanút a viselkedésével nem hívja fel magára a figyelmet, hogy már pedig itt valamit keresni kell. Ak akkor szükség lett volna erre? Voltak hiányzó problémák, a négy és fél kilónyi cucc, a, a hogy, hogyan üdvözli a feleségét, vagy nem üdvözli. Tehát voltak folyamatosan olyan jelek, amik mutatták, hogy valami nem kerek a sztoriba, függetlenül attól, hogy milyen arrogáns volt a, a pszichológus. Ja, hát basszus, nem minden problémára a gyilkossága megoldás, tehát az azért ezt, az, tegyük az tisztában a néző gyerekeknek is, hogy itt azért nem... Az, akkor, akkor, ne arról, bárj, akkor ne arról beszéljünk, hogy akkor hogy úsztuk volna meg a bűncselekményt, hanem akkor hogy oldottuk volna meg ezt a házasságot, hogy ne meg az asszonyt. <laughs> tehát hogy tudtál volna jó kijönni ebből, de nem úgy... Doktor nem... fel minket visszazsarolom a nőt. Mert aljas vagy, ez szép egyébként. Jó, egy pontot azért beírunk. De ha úgy kéne pontozni, és szerintem ez mindenkinél ö, ö, számítana, ha úgy kéne pontoznunk, hogy, hogy már láttuk, hogy még nem láttuk, tehát most mutatták be, 1972-ben ülünk itt, és, és, most mutatták be Magyarországon, vagy 68-ban, és most mutatták be az Egyesült Államokban, akkor, akkor tök más lenne a pontszámom, mert akkor nagyon értékelném ezt a fajta... Korszakalkotó volt olyan szempontból, hogy, 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 hogy más, teljesen másképp közelítette meg a krimi fogalmát, ha már ezt használtuk. Tehát, osz, Tehát hogy... ez egy kicsit ilyen cancel culture ilyen visszamenőleges elgondolása a dolognak nyilván. Hát itt ideig óráig nyilvánvalóan áról lesz a legobjektívebb valamilyen szempontban, mert ő, ő valamilyen szinten a kalambó mentességét itt... Hát a józan hang, Igen. Gergő, Igen. mellett mellén kell a józan hang. Hát mondjuk az nem árt. Ebben a részben már az is elhangzott, hogy csak még egy kérdés. Szerintetek hányszor hangzott el Nekem továbbra, nekem nincs meg. Hányszor jött Hogy... vissza az ajtóból, akkor így, kez, így teszem fel a kérdést. És erre van egy pontos statisztikád. Igen, és én ezzel mindig jönni fogok. Kettőször már ebben a részben is elhangzott. Én egy, egyre tippeltem volna, de csak azért, mert a kérdést. Ezért vagy itt áron. Legyen köztünk egy okos. Ja, közt. Tehát ez például egyébként tényleg, ez egy ez tipikusan egy olyan elem, ami miatt azt mondom, hogy már nyomokban kállámból tartalmaz. Persze itt még lehet, hogyha mondjuk 68 vagy 72-ben látott fingon nincs, hogy ennek milyen kulcs szerepe lesz később. De jó, tehát, hogy a főleg az, hogy kiszúrtad, megmondom őszintén, nekem ebben a részben nem tűnt még föl. De valószínűleg azért, mert én ki voltam akadva azon, hogy a kálamon miért így néz ki és miért ilyen És most tényleg egy, 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 engem, ami nagyon. nagyon ö, tényleg két szó, tehát, hogy baromi elegáns volt szinte végig, tehát a Kalambót elképzelni elegánsként, ez gyakorlatilag egy oximoron, tehát Kalambó is elegáns, az egy mondatban nem, nem fér meg. De közben a bénázék, érted, a izé fagyival. öltöny, és, a, és, és a, ahol, nálam, nahol nálam, még kvázi elvesztette a hitelességét, megint csak ugye nem józan hangként, hogy a zsebében, tehát a zakó zsebében fóliázott szivarok sorakoztak. Tehát képzeljük el egy később részben azt, hogy a kalambó nem a kocsi ülése alól, nem a zsebéből a sluszkulcs mellett egy elmorzsolt dekket, vagy ilyet, bármilyet vesz elő, hanem ott sorakoznak a fóliázott szivarok a zsebében, mint egy úriembernek, mint egy mafiózónak, vagy én nem tudom. A, most akkor már nem, ugye nyilván az ajtó visszajövetel is, ugye most akkor volt, de egyetlen egy olyan stílus viszont legalább már megvolt, az az, hogy, hogy nem volt nála soha toll. Mm, tehát, legalább, tehát itt már legalább volt, mert ő ugye mindig összeszedetlen, a jegyzetfüzete egy kopott barna, talanság, amit szerintem a megfogsz szétporlik, tehát ő abba írja a, a legfontosabb fejezéseit, de itt, itt is többször volt az, hogy, hogy hogy már kért tollat a Dr. Flemingtől, hogy felvéssen valamit. Itt már legalább egy picit utaltak arra, hogy bár baromira úgy néz ki, mint akit most hoztak le egy, egy kifutóról, de azért, azért, azért nem nincs annyira összeszedve a csávó, de hát azért még messze nem az. És nekem mondom, nekem ez, ez az, ami nekem bennem, így, hogy nem vagyok kalambó szűzés, nem vagyok józan hang, nekem ez kicsit olyan zavaros. Tőled kérdezem elsősorban, benne van ez a mondjuk a top 10-es top listádba ez a rész? Dehogy is. És Áron szerinted benne lesz? Ő fogalmam sincs. Ez, ez nagyon jó. Én attól tartok, hogy egyébként, hogy a későbbiek nem lesznek ennyire koncepciójában, ennyire feszesen tartva például rendezői koncepciójában. Tehát én ettől tartok, hogy, hogy a későbbiekben elslamposodik és ilyen átlag tévésorozattá válik. És emiatt, tehát én itt ebben érzem, érzem azt, hogy ez tévéfilmnek készült. Ez nem egy, nem, egy, nem egy, sorozat. És emiatt adok annak esélyt, ha, ha nem is a mondjuk a 10-be, de mondjuk a 15-be vagy 20-be, simán lehet, hogy benne lesz. Mert te higgyék el, a ha hallgatók, ez egy elég jól összerakott tévéfilm. Ezt, 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 ezt én, ezzel nem, tehát ezzel nem mondom, tehát ha, le, ha, leszámítom azt, hogy a Kalámbó nem annyira Kalámbó, amennyire kéne, és megcsinálja azt a bizonyos kiabálást, nekem a sztori maga nagyon bejön. De nem tudok elvonatkoztatni Úgyhogy akkor nem is maradt más hátra így a műsor végén, mint hogy arra kérjelek titeket, hogyha tetszett a műsor, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni premier előtti tartalmakért, valamint a Parallax és Podcast hosszabb, különleges változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallax és oldalon keresztül a következő kérdésünket július 24-én tesszük föl, ugyanis akkor lesz új Kalambó Podcast, amelyben a Váltság egy halott tér című epizódról beszélgetünk majd, reményeink szerint ugyanilyen jó hangulatban. Remélem a kedves hallgatók is jól érezték magukat, én pedig Kubatovics Áron, Gizur Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.